Vonyarkashegyen. Egy kiállítást nyílik a Bovaminiárt, miniatúrák nemzetközi biennáléja, elnevezési festészeti verseny, illetve képzőművészeti verseny eredményhirdető kiállítása lesz az általános iskola aulájában vasárnap 10 órai kezdettel. Kik jelentkeztek erre a pályázatra? 25 országból 700 festmény érkezett, és a nemzetközi zsűri, két török, egy azerbajdzsáni és két magyar tagja volt a zsűrinek, festőművészek, az ő általuk kiválasztott 250 kép kerül bemutatásra. Igazából a világ minden részéről képviseltették magukat a képzőművészek, hiszen festmények jöttek az Arab Emirátusokból, Svédországból, Kenyából, Dél-Afrikából, Brazíliából, Argentínából, Japánból, Pakisztánból, és hát Európa országaiból természetesen. A pálmát Szerbia viszi, tőlük érkezett a legtöbb pályázat, aztán Magyarország és Törökország van a harmadik helyen a népszerűségi versenyben. Milyen témájú alkotások érkeztek? A technika és téma szabadon választható volt, így nagyon változatos technikával, nagyon érdekes témában realista és absztrakt alkotások is érkeztek. És meddig lesz látható ez a kiállítás? Ez most egy eredményhirdető kiállítás, igazából körülbelül 2 óra hosszáig tart, de természetesen a képek a következő hetekben láthatók lesznek Bonyarkashegyen a Művelődési Ház és Könyvtár épületében.